Megszeppenve és még kicsit bátortalanul ülnek a gyerekek a padokban, a Gárdonyiban összesen 98 kis elsős kezdte meg tanulmányait, akik iskola kezdéséhez az önkormányzat, mint ahogyan már sok éve, idén is egy tanszercsomaggal járult hozzá. Attól függetlenül, hogy mi vagyunk a fenntartója egy adott intézménynek, vagy nem, úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy ilyenkor az iskola kezdésnél az elsősöknek egy füzetcsomaggal, egy olyan csomaggal, amit tudnak használni, mindenképpen a segítségekre tudunk lenni, és teljesen nem csak nekik, hanem így a családoknak is, hiszen én azt gondolom, hogy sok-sok száz forintot tudunk megspórolni a családoknál az iskola kezdésnél. Első osztályba, ha megveszük a táskát, a tolltartót és mindent, ami szükséges, akkor gondolok itt a torna felszerelésre is, akkor az már elég nagy megterhelést jelent anyagilag a családoknak. Most egyrészt ez ingyen van, másrészt meg gondosan össze van válogatva. Tehát az sem mindegy, hogy valaki összeválogatja helyettünk, mert ennek az összeválogatása még a tanítónénének is minimum fél órába telne. Egy jól felkészült anyuka is. Ha nincs nagyobb gyerek, akkor minimum egy órát futkározhatna a papírboltba, mire összeszedni ezt a csomagot. A gyerekek izgatottan nyitották ki a csomagot, ami tanszereket és írószereket, valamint foglalkoztató füzetet is rejtett. Különböző kifestők, színes ceruzák, egy szóval olyan jellegű dolgok, ami érdekessé teszi az egészet, ugyanakkor pedig kicsit már a rejtelmekbe bevezet, kicsit már több, mint ami az óvodában volt, de mégis ahhoz kapcsolódóan már egy kicsit átvezetve az iskolai életbe. Az iskolaszerekből összeállított csomagot összesen 3 millió forint értékben minden győri elsős megkapta.